Fehér Klára, mi szemüvegesek. Részletek. Évi a helyén ült, a középső pacsora első sorában. Mellette Andrea helye üres volt. Az ajtónyítása hátra nézett, de most sem Andrea lépett be, hanem egy piros masnés, szemüveges, vadidegen gyerek. A jövevény megállt a pacsorok előtt és barátságosan köszönt. Szervusztok! Szabó Zsuzsi vagyok, ide fogok járni a negyedik ába. Nem hiszem. Hallatszott hajagos Ádi mély hangja, és néhányan már is kuncogni kezdtek. És pedig miért nem? kérdezte az új kislány, és cseppet se látszott megijedve. Mert ez a mi osztályunk. Ez egy normális osztály. Ez nem állatovoda, Szemüvegesek a B-ben vannak. Ott direkt szeretik őket. Nálunk ilyennek nincs helye. Szemüveges kígyók a terráriumban. Állatkert, főbejárat, nyitva 9-től 6 -ig. Jó humorod van, ismerte el Szabó Zsuzsi. Nem szoktam viccelni. Legfeljebb veled nem leszek beszélő viszonyban, mondta az új kislány. Senkivel sem fogsz beszélni, senki sem fog válaszolni neked, mondta fenyegetően Ádi. Ezt ugyan honnan tudod? Mert megtiltom nekik? Te? Én? Hát ki vagy te? csodálkozott a szemüveges kislány. Majd megtudod, felelte Ádi, és odament az új kislányhoz, és meghúzta az orrát. Mond, mi bajod van velem? kérdezte Szabó Zsuzsi, inkább meglepetten, mint mérgesen. Például az, hogy te bizonyosan jeles tanuló vagy. Tiszta ötös, ha nem haragszol. Ó, nem, nem haragszom, mondta Ádi, és zsebre dugta a kezét. Csak megéreztem. Szagról megismerem az ilyet. Stréber magolós, tanítónénik, tanítóbácsi kedvence. Neked ilyen az egész családod? A negyedik remekül szórakozott. De az új kislány elpirult. Hagyj békén a családomat, jó? Ádi még szemtelenebb lett. Nem is kell a kedves családodról mesélned. Biztosan szemüveget hord mindenki. A papád, a mamád, 19 kisöcséd, és valamennyien szemüvegben is alusztok. Persze. Ugyanúgy, ahogy a te családod, cipőben. Vágtarás Zsuzsi, és az osztály ezen is nevetni kezdett. Ádi dühösen nézett a nevetőkre, mire azok ilyetten lapultak. Ádi megfogta az új kislány kezét. Na, ide figyelj! Fogadjunk, hogy nem fogod nálunk karácsonyig kibírni. Fogadjunk, felelt az új kislány. Ha kibírod, tiéd a béka ember felszerelésem. Nagyszerű, felelt erre Szabó Zsuzsi. Úgyis réges régen vágytam egy béka ember felszerelésre. Az osztályban megint kuncogás hallatszott itt-ott. Ilyen még nem volt, hogy a félelmes, hajagos Ádi mulatni merjen valaki. Ádi nem is hagyta magát. Évire mutatott. Kerekes. Mondd meg neki, hogy itt senki sem fog vele szóba állni. Évi megijedt. A padján kaparászott, mintha nem hallaná a parancsot. Kerekes, neked szóltam. Évi már felállt volna, de egyszerre csak ott termett a padon, világoskék testvér, és ilyen ő a világoskék bohóc, és Bruno, a világos kék meglehetősen bátor oroszlán, és világoskék testvér megragadta Évi vállát és visszanyomta a padba. Azt szeretném én látni, hogy szemtelenkedsz az új kislányjal, mondta felháborodva. Bántott téged? Mi bajod van vele, hogy ha hajagus úr legközelebb azt parancsolja, hogy mász fel a háztetőre, vagy ugorja a Dunába, akkor is nekindulsz? Egy barátságos szót mondott neked, hajagos, és már elolvattál tőle. Ájulj el a boldogságtól, hogy most nem nevezett kis földszintes csajna. Évi elvörösödött, és ellökte világos kéket. Semmi közöm hozzád. Ne neverges folyton. Ebben a pillanatban mind a három világos kék eltűnt. Már Bruno farka bolytja se látszott, és Évi hangosan, de egy kicsit akadozva mondta. Menj másik osztályba! Itt senki sem fog veled szóba állni. Az új kislány megrökönyödve bámult Évire. Bántottalak én? Évi elvörösödött. Persze azt kellett volna mondani, hogy hogy is bántottál, én se akarlak téged bántani, ne haragudj. Ehelyett azt mondta, csúnya vagy, mint egy bagoly. Jól van, kerekes, visított hajagos ádi, ez az, bagoly. Bagoly, hallatszott innen-onnal, bagoly, -hú -hú -hú. szemüveges, füles bagoly.